megbeszéltük, hogy megmondtam. A Péterrel meg. Valakinek meglássuk, mi lakik a szívében, meglássuk, milyen is igazából ő, ahhoz közel kell hozzálépnünk. Az ember nem valami köztes lény, szürke, mechanikus, hanem tele van ellentmondással. És ezeket az ellentmondásokat egy másik ember szeretete, barátsága képes feloldani. Előhozni belőle azt, ami a legjobb. Tavaly nyáron kerültem fel Budapestre, és egyébként én vidék Nyíregyházi származású vagyok, és Szegeden tanultam, szóval mindkettő ilyen vidék, és én így sokkot kaptam, ahogy felkerültem Pestre, így a hajléktalanoktól, mert én tényleg nem voltam itt hosszabb időt. És így, hogy ez az első perctől így nagyon zavart, hogy így frusztrálva éreztem magam ebben a városban, hogy ennyi itt a nyomor, és akkor amikor volt egy ilyen felhívás a jezsuitáktól, hogy van egy ilyen egynapos önkéntesség, a Mágis, és hogy nem mondták el, hogy mi lesz az az egynapos önkénteskedés, de így imádkoztam érte, hogy csak hajléktalanokhoz menjünk. És egyébként az volt, hogy ide jöttünk, kitakarítottuk a Gát utcát, megismertük a közösséget, és utána elmentünk a Calvinra egy ilyen külön járatra, így osztottunk szendvicset, és akkor onnantól kezdve járok, hogy már szerdán jöttem is. Egy kicsit így a Pót családommal vált a közösség. Valahogy jó itt lenni, meg az ember úgy érzi, hogy megéri csinálni. Én nekem egyébként, hogyha nem tudok eljönni, meg amikor nem tudtam több hónapig járni mondjuk államvizsga miatt, akkor én kifejezetten rosszul éreztem magam. Tehát valahogy annyira feltöltött, tehát hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal többet kapok én a hajléktalanoktól, mint amit én tudok nekik adni. Jaj, kijöttem! Jó estét! Csak hiszek Istenben, és úgy gondolom, hogy ha hiszek benne, akkor kapcsolatot is tartom kell vele, és ő pedig azt szeretné, hogyha az emberek segítenének egymásnak. Az imádság igazából az alap, és azt egészítjük ki a saját emberi kezdeményezéseinkkel. Az első dolog, amit tehetünk, az az, hogy imádkozunk a békért Szíriában, imádkozunk a menekültekért, imádkozunk az afrikai AIDS-betegekért.